Ott az egyenlítés, Szebik labdáját, Edvi váltja gólra, Kovács lábai között pöccinti a kapuba, így aztán 22 perc után 1-1. A 9.-10. percben járunk, 4-1-nél. Kifejeli Zsédenyi, ő indul most előre nagy lendülettel. Tovább teszi középre Horvát, 5-1. Hát lehet, hogy kiütéses vereség lesz a vége. Bár az első félidő nem ezt ígérte. Egy újabb zicser, ezúttal Zsédenyi önzetlen, Horváth Péter pedig gólt lő. Ott nem volt sárga medes. Bognász elidíti meg, közelről lövi, gól. 7-2 a rövid sarokra, a hatoson belülről, de kiszorított helyzetből. Ott nem volt sárga medes. Bognász elidíti meg, közelről lövi, gól. 7-2 a rövid sarokra, a hatoson belülről, de most már elraszolt, és Bognár kérni hátul lövésre. Horváth Péter, Szebik csúsztatja még meg, és bekerült a labda állóba. Hát pocsagol ma még nem volt, most már az is van. Kérem szépen, 9-3 az állás, nagyon közel vagyunk a 10-4-hez. Rövid csínybe kapta a labdát, Horváth közben, Horváth Péter. Jó labda, Farkas teszi keresztbe, még egyszer, és ez is a kapusé. Wunderlich, Tóthnak kicsit rövid csínybe kapta a labdát, Horváth közben, Horváth Péter. Jó labda, Farkas teszi keresztbe, még egyszer, és ez is a kapusé. Na nézzük a... és elállta a labda útját. Farkas. Farkas még. Jó labda, ott a gólhelyzet Tóth, ő teszi vissza, ott a vezető gól. Sikerült leválni a középütt. Farkas Péternek, ő szerzi a találkozó első gólját az 5. percben. Vezet a Szeninger útját. Farkas. Farkas még. Jó labda, ott a gólhelyzet Tóth, ő teszi vissza, ott a vezető gól. Sikerült leválni a középütt. Farkas Péternek, ő szerzi a találkozó első gólját az 5. percben. Tóth játék alapján még bármi lehet. Tóth jön a labdáért, ő lövi el, szép gól! Az első gólja Szeninger színekben. Hát azt hiszem, hogy senki nem számított erre az Alibi Café játékosai közül. Szabadon hagyták. Tóth pedig belőlte. Még lesz. És mondom, egyelőre 3-2. De a mutatott játék alapján még bármi lehet. Tóth jön a labdáért, ő lövi el, szép gól! Az első gólja Szeninger színekben. Hát azt hiszem, hogy senki nem számíthat erre
az Alibi Café játékosai közül. Szabadon hagyták. Tot. Farkas, jó lövés, óriási gól! Farkas János góljával 5-2 az állás. Kapásból kilőte a hosszú sarkot. Farkas, jó lövés, óriási gól! Farkas János góljával 5-2 az állás. Kapásból kilőte a hosszú sarkot. Amikor az eredmény nem tükrözi a játékképét, hiszen Cseppet sem játszik alárendelt szerepet az Alibi Café. Már kétség nem férhet hozzá, hogy a Szeringer egyszerre jobb csapat. Itt sem rossz, bár két ember közé érkezett. Farkas tett. Azt hiszem, hogy ez a mérkőzés az, amikor az eredmény nem tükrözi a játékképét, hiszen Cseppet sem játszik alárendelt szerepet az Alibi Café. Már kétség nem férhet hozzá, hogy a Szeringer egyszerre jobb csapat. Itt sem rossz, bár két ember közé érkezett. Használt is, most viszont kontrázhat a Szeringer, és ott is a gól. Bognár Attila találatával 1-0-ra vezet a Szeringer. Horváth Péter, egy jó csúsztatás, és itt a második gól. Szerzője Boros Gábor, 2-0 a Szeringernek. Egy gól sokat változtathatna a mérkőzésen, hiszen aki most már megszerzi a vezetést, az ha nagyon ügyes, akkor meg is tarthatja az előnyt. Egyelőre azonban nem változik az eredmény. Horváth és aztán Zsédenyi. Edvi kérné középen, Török is kérné. Helyettük viszont kapja Horváth Péter. Török, ez már lövő helyzet. Tovább Horváthnak, egyből egy hatalmas gól! Hát ez szép mozdulat volt, Horváth Péter nem gondolkozott sokat, ahogy megkapta, egyből a hosszú felsőbe emelte föl. Szarvas talán nem is látta a labdát, 2-1 tehát a Szeringernek. Hanik Péter dob. A labda az mindig veszély, tiszta szerelés, Horváth hozza ki, Szebik. Török van középen egyedül, ott a lövés és ott az újabb gól. Szebik egészen messziről, talán 15 méterről is. Szarvas előtt álltak, nem láthatta. 3-1 a Szeringernek. Fiskális pedig mindent megpróbál az egyenlítés érdekében, előbb azonban szépíteniük kéne. Szabó, remek labda, Edvi helyzetben, Edvi lövi be! És ezzel lehet, hogy eldől a mérkőzés. Edvi Szabolcs a bal felső sarokba Szabó adta a gólpasszot. 4-1-re vezet a Szeringer. Pont a Szeringer, amely vezet továbbra, és igaz, most már csak két góllal, 4-2 arányban.
Szabó, szép a cselez, már helyzet, Szabó 5-2 már egy remek testcsel után megnézte magának a jobb alsót és ki is lőte. 3 góllal vezet megint a Szeringer. Hát régen nem. Horváth, jó keresztlabda, Farkas, Szabó Gábor, Farkas Péter, Szabó, és ott a harmadik gól. Sakmatra játszotta a Szabadhegy védelmét a Szeringer. Farkas és Szabó játszott össze, és Farkas lőtte a végén a gólt. Török. Farkas jól cselek, Farkas most már a szóló után, ő kapja vissza. A napgólját láthattuk, kérem szépen, Farkas, amit művelt, 8 felé zavarta a védelmet. Nem tudták elvenni tőle a labdát, aztán a kényszerítő után természetesen ő puhozta az üres kapuba a labdát, 4-2. Világos. Ez is jó lövés volt, meg is lepte egy picit Bodót. Cserlőet megint egy hatalmas bravúr, és a visszapattanót ki tudja kotorni a kapus. Egészen elképesztő teljesítmény. Kérem szépen, Bodó Lajos kétszer is reflektorúan belőtt a labdába. Pattogtál Lajos remekül. És szabadrugást is kap. Világos. Ez is jó lövés volt, meg is lepte egy picit Bodót. Cserlőet megint egy hatalmas bravúr, és a visszapattanót ki tudja kotorni a kapus. Egészen elképesztő teljesítmény. Kérem szépen, Bodó Lajos kétszer is reflektorúan belőtt a labdába. Hát a PMB-s meccseken ilyen szituációk lennének, azt hiszem, hogy tele lenne a stadion. Nem ő kapja a labdát. Egy jó befordulás után mellé újságot is adott magával. Bunyó Ferenc, ott figyel benne a kapuba az újság. Hát, ha nem lesz olyan a mérkőzés, hogy csak ők támadnak. Na most itt egy zitter, és nincs meg a vezetés. Edvi kihagyta a kihagyhatatlant. Ajtó, ablak helyzet, kell ennél több a gólhoz. Hát, ha nem lesz olyan a mérkőzés, hogy csak ők támadnak. Na most itt egy zitter, és nincs meg a vezetés. Edvi kihagyta a kihagyhatatlant. Ajtó, ablak helyzet, kell ennél több a gólhoz. Horváthoz, és el is tudta lépni.
Thank you.
azért azt hiszem, hogy ez a több, akkor ez a szövet. Mindegy, hogy milyen. Gyerekek, azt hiszem, hogy... Mondta kettő! Igen! Ezt kell csinálni! Egy pontos labdagó! Volt a szerelés, újra Farkas, Márcos mellett elviszi. Farkas még mindig, egy nagy lövés a kapufa belső éléről kijön. Hát most már volt kapufa mind a két oldalon. Farkas János a mezőny eddigi legjobb. Szép volt a szerelés, újra Farkas, Márcos mellett elviszi. Farkas még mindig, egy nagy lövés a kapufa belső éléről kijön. Egyszerűen nem tud betalálni ezen a mai találkozó, mintha átok ülne rajtuk.
És hát még valaki, Víg Zsolt, aki fantasztikusan jól véd a Hajcsatok kapujában. Pedig hát ugye fogy az idő, és ott a szépítés, Szabó Gábor fantasztikusan jó ütemben jött, és ezt még Víg sem foghatta. A Szeninger egyik legjobbja szépít, 2-1 a Hajcsatok javára. Nem tud felszabadítani a fehér mezes gárda. Farkas a túloldalon egyedül van, Szabó Gábor, most vesz észre Szebik. Ez is jó, a betett labda, és bent is van. Edvi Szabolcsa gólszerző, nem igazán sportszerű, amit mutat, mindesetre bent a gól. 2-2, egyenlít a Szeninger. Ez az, amitől tart. Megint egy Szeninger támadás, Farkas. Ez még jó, Edvi lövi el, a kapufáról jön ki, nagyon-nagyon éles volt a szög. Hára, most már tényleg pillanatok lehetnek hátra. Megint egy Szeninger támadás, Farkas. Ez még jó, Edvi lövi el, a kapufáról jön ki, nagyon-nagyon éles volt a szög. Itt
Thank you.
Bravo, Boris! Akarja látni a Barcelonát kicsiben? A Szeninger egyérintős játékával legutóbb valósággal szétzilálta a Szabadhegy védelmét. Persze a pirosak sem adták föl, és többek között ezzel a bombagóllal, na ezt nézzük meg még egyszer, szóval ezzel a bombagóllal tartották a frontot. Hogy milyen sikerrel, kedden este a kispályás fociradóba, nálunk kiderül. Egyetlen árva gól, most viszont egy újabb gólszerzési lehetőség, becsorog-e a labda? Igen! Odaért még valahogy a semmiből Szevik Szabolcs, így aztán ő váltotta gólra Farkas lövését. Egyenlített a Szeninger 5 perccel a félidő vége előtt. Mondjuk legutóbb mondjuk az Eto'o haladás Magyar Kupa mérkőzést, 5 perc alatt több történt itt, mint ott, és közben Horváth Péter megszerzi a vezetést a Szeningernek. Most állt be, kapott egy labdát tisztán, és a gólvonalról könnyedén talált be. Horváth, jó keresztlabda. Farkas, Szabó Gábor, Farkas Péter, Szabó! És ott a harmadik gól. Sakmatra játszotta a Szabadhegy védelmét a Szeninger. Farkas és Szabó játszott össze, és Farkas lőtte a végén a gólt. Folyik van eddig plusz 28-as gólarány. Török. Farkas, Farkas jó cselek, Farkas most már a szóló után, ő kapja vissza. A napgólját láthattuk, kérem szépen, Farkas, amit művelt. 8 felé zavarta a védelmet. Nem tudták elvenni tőle a labdát, aztán a kényszerítő után természetesen ő puhozta az üres kapuba a labdát. Bander József érkezett egyébként közben a pályára, miközben megszületik az ötödik Szeninger gól is.
az ember hátrányban játszó Szabadhegy védelmét kiátszva Horváth Péter szerzi már a második gólját. 5-2 így az eredmény. Zsédenyi. Vissza is kapja. Edvis, szép a lövés, kapufa és ott a vezetés. A csapatkapitány Szabó érkezett remek ütemben. Zsédenyi lövése még kijött a bal kapufáról, Szabó azonban jókor érkezett, vezet a Szeninger. Edvi kérné középen, Török is kérné, helyettük viszont kapja Horváth Péter. Török, ez már lövő helyzet. Tovább Horvátnak, egyből egy hatalmas gól. Hát ez szép mozdulat volt, Horváth Péter nem gondolkozott sokat, ahogy megkapta, egyből a hosszú felsőbe emelte föl. Szarvas talán nem is látta a labdát, 2-1 tehát a Szeringernek. Ez az mindig veszély, tiszta szerelés, Horváth hozza ki. Szebik, Török van középen egyedül, ott a lövés és ott az újabb gól. Szebik egészen messziről, talán 15 méterről is Szarvas előtt álltak, nem láthatta, 3-1 a Szeringernek. A fiskális pedig mindent megpróbál az egyenlítés érdekében, előbb azonban szépíteniük kéne. Szabó, remek labda, Edvi helyzetben, Edvi lövi be! És ezzel lehet, hogy eldől a mérkőzés. Edvi Szabolcs a bal felső sarokba, Szabó adta a gólpasszot, 4-1-re vezet a Szeninger. Szeninger, amely vezet továbbra, és igaz, most már csak két góllal, 4-2 arányban. Szabó, szép a csel, ez már helyzet, Szabó! 5-2 már, egy remek testcsel után. Megnézte magának a jobb alsót és ki is lőte. 3 góllal vezet megint a Szeninger. Thank you.
Farkas, szép játék, és ott a gól. Szabó Gábor szerzi meg a vezetést, a kapitány. 28 perc után 1-0-ra vezet a Szeninger. Farkas, szép játék, és ott a gól. Szabó Gábor szerzi meg a vezetést, a kapitány. 28 perc után 1-0-ra vezet a Szeninger. Általában sportszerű összecsapások vannak. Edvi most, igaz, ez nagyon ritkán fordul elő kispályás mérkőzésen, mert általában sportszerű összecsapások vannak. Edvi most a kipattaló, Szabó lövi gól. Megvan a második gólja, és megvan a második gólja a Szeringernek is. Akárcsak az előző mérkőzésen, amikor a pedagógus szerzett két gólos előnyt, most is egy játékos lövi mind a két gólt. Itt Szabó. Jó cselek után belebotlik a cselbe Molnár, és ott lehet a harmadik gól, ott is van. Szabó ezúttal a gólpaszt adja. Farkas János fejezte be az akciót. 3-0 a Szeningernek. Egy perc alatt két gól. Lőni. Mondom, Gunyhóra nem lehet panasz. De szép lövés! A mérkőzés legszebb gólja. Bognár Attila kapásból, jobbal 12-13 méterről. Puff! És már bent is a labda a kapuba. 4-0. Aztán Farkas szépen megelőzi ellenfelét Horváth a sorokban, és nem passzolja, talán ezzel meg is osztja Farkas a figyelmet, hogy érkezik. Horváth Péter góljával vezet a Szeninger. 7. perc a mérkőzésen, 4 méterről éles szögből leadott lövés. Támadó is egyelőre csak 3 védő, a túloldalra nem jut el a labda. És aztán Farkas szépen megelőzi ellenfelét Horváth a sorokban, és nem passzolja, talán ezzel meg is osztja Farkas a figyelmet, hogy érkezik. Horváth Péter góljával vezet a Szeninger. Farkas, Boros, no még egyszer visszapatta hozzá a labda, és így a gól. Szabó Gábor a gólszerző. Boros piszkált bele a labdába többször is, és szerencséje volt, mert átjátszotta magát ellenfelén is, és a kapust is megverte. Farkas, Boros, no még egyszer visszapatta hozzá a labda, és így a gól! Szabó Gábor a gólszerző. Boros piszkált bele a labdába többször is, és szerencséje volt, mert átjátszotta magát ellenfelén is, és a kapust is megverte. Szabó Gábornak pedig az üres kapu nem gond. Farkas, jó csel. Megpróbálja még egyszer, áthúzza magát. Egyéni játék, és aztán... Én megmondom őszintén, nem láttam, kilőtte a gólt. De 3-1 az biztos. Ó. Farkas, jó csel. Megpróbálja még egyszer, áthúzza magát. Egyéni játék, és aztán... Én megmondom őszintén, nem láttam, kilőtte a gólt.
de 3-1 az biztos. A mutatott játék alapján még bármi lehet. Tóth jön a labdáért, ő lövi el, szép gól! Az első gólja a Szeringer színekben. Hát azt hiszem, hogy senki nem számíthat erre az Alibi Café játékosai közül. Szabadon hagyták. Játék alapján még bármi lehet. Tóth jön a labdáért, ő lövi el, szép gól! Az első gólja a Szeringer színekben. Hát azt hiszem, hogy senki nem számíthat erre az Alibi Café játékosai közül. Szabadon hagyták. Farkas, jó lövés, óriási gól! Farkas János góljával 5-2 az állás. Kapásból kilőte a hosszú sart. Farkas, jó lövés, óriási gól! Farkas János góljával 5-2 az állás. Kapásból kilőte a hosszú sarkot. Három védő gyűrűjében Horváth jól teszi tovább, vissza azonban nem kapja. Talkát azonban Szebik állítja meg, és lövi el! És ott a hatodik gól. Fehér vetődött, hogy merre, azt ugyan nem tudni, hiszen sokat nem láthatott a lövésből. Három védő gyűrűjében Horváth jól teszi tovább, vissza azonban nem.